Sziasztok, itt a hétköznapi motoros és ismét Tenerife-ről, ugyanis ez a Tenerife-i út, ez számomra egy kifogyhatatlan forrása lesz a videóknak, de nagyon valószínű, hogy ez lesz az utolsó, amit ebben a szériában csinálok. Egy pár dologról szeretnék beszélni, ami itt a Tenerife-i út alatt elsőként lett használva, de szépen fejeztem ki magamat. Tehát úgymond debütált valamilyen motorozáshoz kapcsolódó dolog, és erről egy pár tapasztalatot meg akarok osztani. Például az első az a bukósisak, ugyanis ez a bukósisak, ez itt az első, hogy én ezt használom. Ez az Icon nevű márkának az Allianz GT típusa. Ez az Allianz GT. Ebben a nagyon szép fehér fluo fekete színben. Akartam már venni egy olyan bukót, ami ez a nagyon rikító kinézetű bukó. Zárt sisak ráadásul, és nagyon-nagyon egyszerű. Ez, hogyha jól tudom, akkor polikarbonát az anyaga, tehát nem a karbonkevlár, stb. Ilyesmi, tehát egy nagyon egyszerű bukó. A plexi az le van cserélve, tehát a szintiszta víz átlátszó plexit azt én lecseréltem egy ilyen tükrös ezüst színű plexire. Egész jó egyébként, még azt kell mondjam, hogy naplemente után is lehet használni egy darabig, nyilván teljesen sötétben azért annyira már nem frankó. Dupla D gyűrűs maga ez a bukó, és mondjuk ide föl van rögzítve jelen pillanatban a GoPro-m, de ezt kinyitom. Tehát dupla D gyűrűs a bukó, és ilyen szép kis belseje van. Egész jó, egyébként még életemben nem volt olyan bukósisak rajtam, aminek új autószaga van, ennek pedig új autószaga van. Van benne egy kis beépített napellenző, amit le lehet nyitni, remélem nem fogom leverni. Oh, hello! Szóval ez maga a beépített napellenző, ami szintén ebben a tükrös ezüst színben van. A kettő kombinációjával egész jó ki lehet bírni egy ilyen verőfényes napsütésben is, mint ami például most van. És hát természetesen jönnek a turisták, mert miért ne jönnének a turisták. Szóval a bukóra még visszatér egy pár gondolat erejéig. Nekem bejött, nekem tetszik maga ez a bukó. Ja igen, van még rajta itt ez az érdekesség, hogy van itt ez a luk, és van itt ez a kis fémpöcök, és ezzel kapcsolódik oda be, hogyha így szépen ügyesen okosan rátesszük. Maga a plexi, jó, mindjárt már nem izélgetem, mert a végén még leverem minden a szikláról. Szóval mindenki meg fog állni egyébként, és engem fog csodálni, már megint és ismételtem, mert én beszélek bele egy kamerába. De hát nem csodálom, mert nagyon-nagyon szép a hely. Ugye, ez még itt nem a Teide, de a Teidére vezető út. A Teide szerintem egy olyan 10 kilométerre van, itt ennek a kis hegységnek a másik oldalán. Na, szóval ennyit a bukóról, nekem bejött, eddig tetszik. Szellőzni is jól szellőzik, úgyhogy teljesen jó. Na, nézzünk akkor mást, mondjuk nézzük a motort. A KTM-nek ezt a 690-es kis gyúkot. Vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatosan, mert egy nagyon könnyű motor, 150 kg az egész. Ehhez van 70 lóerő és 70 Nm, ezeket a 6000-es, 7000-es fordulat körül adja le. Ezt egy fun bike-nak mondják, tehát egy ilyen kis vagány mókagépnek, amit alá tudok támasztani, mert valóban így van. Ugye látszik, hogy mennyire szép a formája, nekem például nagyon-nagyon tetszik a formája. Kis keskeny 160-as gumi van hátul, Brembo fékek elől-hátul, mondjuk elől csak szimpla a tárcsa. Viszont maga a fék az szerintem baromi jó. Nagyon-nagyon jó a fék ez, nagyon jó megfogja a motort, de hát ez az első szimpla tárcsa, nem tudom, sose voltam annak a nagy barátja, de mindegy, ezen így van. Egy fékhatásban egyébként abszolút nem érzem azt, hogy probléma lenne. Volt olyan helyzet itt az utazás során, mint hogy a Tenerife-i túra során, amikor hát használni kellett elég rendesen, mert ugyanis itt rengeteg a bringás, és ugye itt mindenki hegyet jön mászni bringával, meg gyalogosan, és egyszerűen elképesztő, hogy mennyire félnek tőlük az autósok. Tehát én nem azt mondom, hogy most fél méterre kell a bringástól elsuhanni kocsival, de azért nem kell átmenni a teljes szembejövő sávba ahhoz, hogy kikerüljük. Hú, de jókor jöttem. Kezdenek szépen begyűlni ide a jó népek. Ó, Istenem. Mindenki... Amikor ide megérkeztem, senki nem volt itt, gondoltam, hogy ez így is fog maradni, de hát nem így maradt.
Na szóval visszatérve magára a motorra. A kipufogó az sajnos az halk, tehát olyan nagyon fura hangja van ezzel a egyhengeres blokkal. Igen, és hát egyhengeres a blokk benne, szóval kalapál rendesen, és amit még hozzá kell tenni, hogy éppen emiatt rángat alacsony fordulatszámon, tehát 3000 alatt egyrészt úgy halott is a gép, meg másrésztől baromira rángat. Tehát hogyha például mondjuk a kanyart valaki, mondjuk egy ilyen szerpentines kanyart valaki túl magas fokozatban vesz be, akkor ledadog, rángat, akár le is fulladhat. Úgyhogy nagyon-nagyon meg kell gondolni azt, hogy milyen tartományban használja az ember. 3000 F fölött viszont nagyon megindul. Tehát eszméletlenül megindul, illetőleg 6000-nél még rátesz egy lapáttal, mert hát ugye mindenféle csúcs teljesítménye ott van. Na hát, szépen közben elkezdtünk ide begyűlni. Na. Az üléspozíció, ezt sokan kritizálták, mert ennek az elődje egy olyan szupermotó jellegű gép volt, viszont ennek már teljesen másképp néz ki az ülése, és ahhoz képest egész kényelmes. Én mondjuk olyan 200 kilométereket mentem vele, 202-50-et egy nap, de azt kell mondjam hozzá, hogy azért a végére már fájt a valagam. Nem találtam igazából egy pontos számadatot arra vonatkozóan, hogy mekkora az ülés magassága. 835-öt meg 860-at is olvastam róla. Nekem leér róla a lábam, nekem nincs vele bajom, de lehetne egy kicsit alacsonyabb. Na, hát szerintem most be kell szüntetnem a kamerázást, mert mindenki ide gyűlt. Nagyszerű. De nem fogom beszüntetni, csak azért csak. Szóval... A kormány viszont nagyon széles, ahhoz képest relatíve, nagyon széles, nekem tetszik. A kijelző az aránylag informatív, bár nagyon kis picike, de akár még sebességfokozatot is ki tud jelezni, úgyhogy nekem egyébként tetszik ez a kis motor. A felfüggesztése az elől nem állítható, tehát a rugóstagok elől nem állíthatóak. A hátsót, megmondom őszintén, nem is néztem, hogy lehet-e tekerni, vagy hogy mi van vele. Igen, azt lehet állítani körmös kulcsal talán. Az elejét azt nem lehet állítani, az biztos. Nem tudom, nekem tetszik egyébként, de csak és kizárólag akkor, hogyha az ember mondjuk szerpentinen vagy szerpentin közelébe lakik, és nem kell ezzel hosszan utazni, mert volt alkalmam vele autópályázni, és meg kell mondjam őszintén, hogy nem esett jól. Tehát 110-ig még úgy hagyján, de a tartó 120 az borzalmasan kényelmetlen, nekem nem tetszett. De hát ez nem is erre van kitalálva. Ugye a tank az 14 liter, azt hiszem, tehát kevés benya fér bele, nagyjából olyan 4 és 5 liter közötti fogyasztással lehet számolni, olyan, azt mondom, vegyes használatban, de hogyha valaki nagyon belelép, akkor hát szerintem egy 7 litert meg lehet vele etetni rendesen. Úgyhogy kis formás, agilis gép. Erre a célra, ami itt van Tenerifén, tökéletesen megfelel. Na, nézzünk még akkor még egy ilyet. Ez pedig Jaj. Na jó lenne ezt így kivenni egy kézzel. Na. Szóval ezt a RAM mountot, ez direkt azért vettem, hogy majd a motorra ezt fogom felszerelni, és erre fogom föltenni a navigációt. Viszont a navigációt, azt én, amit eddig használtam, azt a hót egyszerű kínai hardvert, iGo szoftverrel, azt most nyugdíjaztam, mert egy kicsit kezd már tönkre menni, úgyhogy kell valami más, és ezt a okostelefont szereztem be. Ez az okostelefon pedig a Blackview-nak, tehát ennek a kínai márkának a BV6000-ese, és trappatelefon, vízálló, ütésálló, porálló, cseppálló, csókálló, mindenálló, úgyhogy ez szerintem egy motoros túrához elég ideális. Ugye rajta van ez az IP68 szám, ez ugye a teljes vízállóságot jelenti, meg van határozva ez, hogy mit tudom én, mennyi ideig, milyen mélységű vízben képes anélkül ott maradni, hogy beázna. És én ezt kizárólag navigációra használom, semmi másra. Ennek megfelelően telepítettem rá szoftvereket is. Hát szerintem ez nem nagyon fog most látszódni, hogy milyen szoftvereket raktam rá. Egy pillanat és fölnyitjuk. Így van, nem tudom, hát talán így látszik majd valami. Ez a NavMii, illetőleg az Offline Map. Jó, ez a Hírvigó is rajta van. Tehát ez az Offline Map, meg a NavMi volt, amit én rátettem. És azt kell mondjam, hogy mind a kettő nagyon tetszik. Ugyanis... Hopp, ez ide nem kell. Mind a két szoftver nekem tetszik, mind a kettőnek vannak előnyei, vannak hátrányai. Az előnye, tudsz, meg van még? Oda ne nyúljatok.
Szóval az előnye ennek a offline mapnek az az, hogy jelzi például külön a sávokat, hogy ha le kell kanyarodni, akkor melyik sávot választ, tehát mutatja neked, hogy melyik sávba menjél, és arra kell majd menni tovább. Nekem az offline map jobban tetszik, meg hamarabb megtalálja magát, a másik az hajlamos volt arra, hogy egy kicsit úgy elgondolkozzon helyzetekben, de mind a kettő jó használható, én azt csinálom, hogy offline módban használom, mert semmilyen adatforgalom nincs a telefonon, és mindig letöltöm annak az aktuális országnak a térképét otthon, a Wi-Fi-n keresztül, amikor még van rá lehetőségem, utána pedig már csak azt használom, utána meg lehet is törölni, mert nem túl nagy belső memóriával rendelkezik a telefon, úgyhogy ennyi. Na, kezdünk szépen kopni, most már ezek is elúszhatnának innen, és akkor öröm megbeugrották van. A telefon. Ugye ilyenkor mindig az a nagy kérdés, hogy mennyire bírja az aksia, mennyit kell tölteni, mert hát amikor valaki egy normál motoros navigációt vesz, akkor természetesen ugye az beköti az aksira, és az folyamatosan kapja onnan a töltést, úgyhogy azzal nem kell foglalkozni egész nap. Én azért vettem meg ezt a strapatelefont, mert ez egy hótegyszerű telefon, és nagy teljesítményű az aksia. A kijelzője az nem túl nagy felbontású, természetesen bőven elég mindahhoz, amire nekem kell, de nem a extra giga Full HD 4K 8K stb. És éppen emiatt nem eszi annyira az akkumulátort. Azt kell mondjam, hogy 100%-os töltöttséggel indultam ugye minden reggel, és körülbelül az első nap akkor olyan 35%-kal fejeztem be a napot, második nap pedig 45%-kal fejeztem be a napot. Tehát én olyan 200-250 kilométert mentem, ahogy ugye már mondtam korábban, és hát úgy nagyjából azért ez ilyen kinyírkanyarom volt, tehát nem autópályán, úgyhogy sokkal tovább tartott ez a 200 kilométer, mint autópályán, és szépen teljesített végig, tehát tényleg nem volt vele bajom, az érintőképernyő is jó, könnyen lehet kezelni, a vízállóságot még nem teszteltem le, de hát itt ezen a túrán már nem is fogom letesztelni, úgyhogy nem tudom, nekem bejött, nem is tudom, mit kéne még mondanom róla, mert én ezzel nem fotózok, nem videózok, nem netezek, ezzel semmit nem csinálok, csak navigációra használom. Ja igen, a GPS jel nagyon hamar megtalálja magát. Tehát ahogy bekapcsolom rajta a GPS-t, szinte azonnal tudja, hogy hol van, és mutatja is a térképen. Úgyhogy magával a hardware-rel, szoftverrel, azzal én nagyon meg vagyok elégedve, legalábbis eddig. Szerintem ebben a szezonban ezt fogom használni csak és kizárólag. Úgyhogy lehet, hogy még hosszú távú tapasztalatok is lesznek róla. Ja igen, még valami bővíthető, két SIM kártya fér bele, illetőleg egy microSD kártya, amit itt le kell csavarozni ezt a kis hátsó panelt, és alatta van ez a hely, ahova bele lehet tenni ezeket a dolgokat, ezeket a kártyákat. Csak a saját töltőjével használható normálisan, mert itt alul ezt a kis gumi valamit ki kell pattintani a helyéről, ami oda van csavarozva, tehát nem lehet csak úgy elhagyni. Tehát azt onnan ki kell szedni, és nagyon hosszú az a kis USB pöcök, aminek oda be kell mennie, tehát egy hagyományos, úgymond univerzális kínai töltővel ez nem fog működni, mert nem ér el odáig a vége. Na hát, akik itt voltak, azok elmentek, de jönnek mások helyettük. Hétfő van egyébként, egy hétfői nap van, és nem azt mondom, hogy sok a turista, de azért van turista bőven belőlük. Itt pedig, hétfő van, igen, közel a tej, de még délelőtt 10 vagy 11 óra, már nem tudom mennyi pontosan. Elég sokan fognak még erre jönni szerintem. Tegnap, meg tegnap előtt, tehát szombat, vasárnap pedig borzasztóan sokan voltak itt Tenerifén. És rengeteg motoros, nagyon jó volt. No, szóval... A telefont az hosszú távon fogom tesztelni, a offline térképek azok bejöttek, a motor ide megfelelő volt, illetőleg a bukós is a kis, de hát egy a korábbi videóból már látszódott, szerintem azt hiszem legalábbis csináltam olyan felvételt, ahol ez van rajtam. No, ennyi volt ez a pár gondolat ezekről a cuccokról, szerintem majd szezon végén még visszatérünk rá, aztán meglátjuk, hogy hogyan üzemeltek. Köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattatok. Motorozatok sokat, de észre. Sziasztok!